Június 11-én elrajtott a szekszárdi atlétika pályán a Magyar Atlétikai Bajnokság, ami két napon át zajlott a Tolnai megye székhelyen. A kezdő napon a kölyökből atlétaprogram országos döntője is lebonyolításra került. A dél-dunántúli régiós versenyből a Kaposvár és a Dombóvári csapat jutott a döntőbe, szekszárdi sportolók most nem képviselték magukat az U10 és az U12-es korosztályban. Ez volt az első ilyen alkalom, ez még nem volt, ez a Magyar Atlétikai Szövetség szervezésében. 10 régióból az U10 és az U12-es korosztályból ugye 10-10 csapat jutott be. Végül is 9 és 8 csapat jött el, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó versenyt láthattunk, és a gyerekek, szülők, testnevelők is jól érezték magukat. Az U18-as Magyar Atlétikai Bajnokság országos döntőjén az ifjúsági korosztály legjobbjai versenytek, hogy a bajnoki címek mellett megváltsák repülőjegyüket a jeruzsálemi Európa-bajnokságra. A szekszárdi Gyányi Zsombor Buda mindkét napon megmérettette magát, és teljesítette az U18 EB szintjét, így biztos jegye van az Európa-bajnokságra. Tegnap 2000 akadályon futottam. Készülés tekintve rá, az előző hetekben készültem rá, most jöttem vissza edzőtáborból, múlt héten. Edzőtáborban is arra készültünk, hogy akkor is megpróbáljuk jó időt futni, meg akár most is, ha múltkori nem sikerülne, nem sikerült, úgyhogy most tudtam. Edzéseket tekintve pihentetőbb edzéseket csináltam, hogy ne legyek annyira kifáradva erre. Verseny az jó volt. Jó volt az idő, szél is, amikor futottam, lecsillapodott. Nem volt nagyon úgy ellenfél, akivel úgy kellett volna versengenem. Alapból is úgy beszéltük meg edzőmmel, hogy egyedül fussak, tehát hogyha az eleje elmegy, akkor én csak a saját tempomba menjek, ami sikerült is. Pontosan tudtam tartani a köreimet, amit megbeszéltünk edzőmmel, és így a végén belefért egy hajrá is. És akkor egy kis taktikai változtatással is a múltkoriból tudtunk egy kicsit tanulni, mert a múltkori versenynél nagyon gyorsan elkezdtem, és ott már nem bírtam nagyon a végén futni, úgyhogy ezt most sikerült kiküszöbölni. És második helynek annak örülök viszonylag, én teljesen meg vagyok vele elégedve, és hát nyilván mondjuk mi az edzőmmel itt most időre mentünk, és ennek a 6.08-nak nagyon örülök. Ezzel az idővel vagyok most az európai ranglistán 30. Az EB-re, az Európa-bajnokságra nevezhető között a 23. és a 2006-os korosztályban pedig a 10. vagyok ezzel az idővel. Az egész országból minden egyesületből érkeztek sportolók, hogy az atlétika különböző ágaiban megmérettessék magukat. Ma a második nap versenyszámai zajlanak. Gerelyhajítás lesz férfiaknak, nőknek diszkoszvetés, rudugró versenyszámok lesznek nagyon látványosak. A sprinterek 200 méteren mérik össze, lesz az egyik legkeményebb száma 400 méteres gátfutás, és hát még olyan középtávfutó számok vannak, mint a 800 méter és a 3000 méter, de lesz még ma távolugrás is fiúknak, lányoknak, illetve a legvégén a zárásként a gyaloglás. Szekszárdi színekbe ugye tegnap Gyányi Zsombor Buda, Mészáros Balázs, Kis Kataramóna, Frey Nóra és Barna Tamás indultak. Mai napon hozzájuk csatlakozik még Mackó Zsombor, aki 400 gáton indul. Tegnap ugye Gyányi Zsombor Buda ezüstérmes lett, amivel maximálisan meg vagyunk elégedve. Bízunk benne, hogy a mai napon még egy-két egyéni csúcsot sikerül elérni, és akkor elértük a célunkat.